Szép jó estét kívánok, köszöntöm a kávészünet nézőit. Ma esti beszélgető partnerem, dr. Györgyi D., dr. Harsányi Judit, klinikai szakpszichológus. Szervusz, jó estét kívánok! Szervusz, én is köszöntöm a nézőket! Ma esti beszéd témánk a három és 6 éves gyerekek viselkedés problémái, magatartás zavarai. Mindjárt kezdjük is ott, hogy amikor egy gyermek ugye, óvodába, közösségbe megy, az ugye eléggé megváltoztatja egy családnak az életét, a kis kialakult ritmusát. Az ő kis személyiségük fejlődési szempontjából ez az időszak mennyire kritikus? Talán úgy fogalmaznék, hogy ez egy nagyon fontos és egy nagyon intenzív időszak, nem a kritikus a legjellemzőbb kifejezésre. Ha összességében a család életét nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy óriási minőségi változás áll be a család életében. Azáltal, hogy három évesen óvodába kerül a gyerek. Ugye ez a magyar szociális ellátórendszer egyik különlegessége, hogy három éves korig otthon maradhat az édesanyja a gyermekkel. Ami ahhoz elég hosszú idő, hogy egy sajátos menetrend, ritmus kialakuljon mindannyiunk életébe, és megszokhassuk azokat a körülményeket, amik valljuk be, nagyon kényelmesek és nagyon jók mindannyiunk számára. Három évesen azonban általában az édesanyák munkába állása is elkezdődik, és ezzel párhuzamosan történik a gyermek beszoktatása egy adott óvodai intézménybe. Természetesen ezelőtt is van lehetősége a szülőknek, hogy a gyermeküket mondjuk egy bölcsődei ellátásba helyezzék, de tulajdonképpen a nevelése a gyermekeknek az óvodás életkortól indul meg intézményes formában. Említettem azt, hogy nagy változás mondjuk a gyermek életében az, hogy bekerül egy közösségbe. Nagyon nagy változás, hogy a korábbi megszokott területét meg kell osztani másokkal, alkalmazkodni kell másokhoz, és nyilvánvalóan a családnak, a felnőtteknek, illetve a testvéreknek is, ha vannak, alkalmazkodni kell ehhez az új helyzethez. Azáltal, hogy az édesanyja esetleg visszaáll a munkába, megváltoznak a családon belül a szerepleosztások. Az édesanyja ugye addig csak a család teendőit látta el, most már a saját karrierjét, munkáját is ugyanúgy építeni kell. Nyilvánvaló, való, hogy itt akkor a másik félnek, az édesapának is egyre több feladatot kell vállalnia. Ez óhatatlanul, és akkor itt lehet egy kicsit a krízis fogalmát megemlíteni, óhatatlanul egy fejlődési krízi, krízist eredményez a család életében, hiszen új szerepek, új feladatok, új elosztások következnek be. Megoszlik a figyelem nem csak arra a gyermekre irányul, főleg, hogyha vannak testvérek még a családban. De térjünk vissza akkor a három-hat éves gyermekhez, aki bekerült egy közösségbe. Nincsen könnyű dolga, azt kell, hogy mondjuk. Ugye a mai óvodai közösségek általában magasabb létszámmal működnek, minimum 20 fő minden egyes közösségben megtalálható és a gyerekeknek tulajdonképpen ebben a közegben kell újra kialakítaniuk a biztonságérzetüket. Bocsánat, én amikor én óvodás voltam, akkor volt kis csoport, középső és nagy csoport. Most sokszor tapasztalom, hogy már vegyes csoportok vannak, tehát amikor egy három éves gyerkőc bekerül az óvodába, elképzelhető, hogy egy hat éves is lesz az ő kis pajtása. Ez nem okoz gondot a gyerekeknél? Ö, nagyon jól mondod, ö, inkább a vegyes csoportok vannak már különösen városunkban, azt hiszem többségében talán egy-két csoport van, ahol homogén ö, életkori összetételű csoport működik. Nem gondolom, hogy gondot okozna. Elsődlegesen azért nem, mert ö, ugye a nagyobbak már a szociális fejlettség magasabb fokán állnak, nagyon sokszor a kicsiknek a segítői tudnak lenni. Nagyon sok óvodában, nagyon helyesen minden egyes kicsinek van egy nagyobb párja, aki mind az tehát öltözködés, evés, tisztálkodásnál, besegít a kicsinek. Ez segíthet abban, hogy a gyermek ellesse, hiszen ebben az életkorban az utánzás egy nagyon fontos tanulási forma, illetve segíthet abban, hogy hogyan is kell ezeket a dolgokat majd neki is csinálnia. Beszokott a gyerek az óvodába, ment könnyen, ment nehezen, ugye ez gyereke válogatja. Mikor jelentkeznek azok a problémák, amikor, amire már akár a pedagógusnak, akár a szülőnek oda kell figyelni? Melyek az első jelek? Már a beszoktatás egy nagyon fontos jelzés. Ugye az, hogy hogyan tud leválni a szülőről a gyermek, elsősorban mondjuk az édesanyáról, mennyire problémával terhelt ez az időszak. Azt kell mondanom, hogy a szélsőségek azok, amelyek figyelemfelkeltőek lehetnek, Ilyen értelemben, ha túl könnyen szokik be a gyerek, és meg sem kotyan neki, hogy ennyi változás állt be az életében, az mindenképpen utalhat valamire, figyelemfelkeltő lehet. Nyilván mindenki számára ez a sokkal kényelmesebb út az óvoda kezdésének. A másik szélsőség, amikor nagyon nehezen illeszkedik be a gyerek. Hát lehet itt ilyen régi elvekhez, elméletekhez visszakapaszkodni, hogy milyen volt akkor az anya-gyerek kapcsolat. Én elsődlegesen nem erre utalnék itt a problémák jelentkezésénél, hanem arra a tényre, hogy akkor valószínűleg a gyerek biztonságérzete nem alakul ki ott abban a közegben is. Minden egyes probléma jelentkezésénél azt kell eldönteni, hogy mi állhat a háttérben. Tehát nem önmagában csak az a jelenség, hogy nehezen illeszkedik be, hanem mi lehet ennek az oka. És akkor ez az, amire érdemes óvonéninek, szülőnek együttesen megoldást találni. Ha ez egy nagyon hosszú folyamat, fél évet is meghaladja, akkor esetleg szakember segítségét is lehet ebben kérni. Ilyenkor a pedagógus ajánlja fel a szülőnek, hogy esetleg kérjen egy szakember segítsége, vagy a szülőben már megfogalmazódik esetleg az erre való igény, és mondjuk találkozik a szülés a pedagógus elképzelése. És amennyiben nem találkozik, akkor hogyan tud a pedagógus hatni a szülőre, hogy igenis jó lenne azért egy külső segítséget igénybe venni? A problémák közül talán ez az egyik legnyilvánvalóbb, hogy nehezen megy, mert ugye a gyerekek ilyenkor sírnak, zokognak, nehezen kezdik a másnapokat, ünnepek után mindig kezdődik az újra beszoktatás, tehát a szülő ezt nem tudja nem észrevenni. Az már más kérdés, hogy milyen lépésekre szállja el ezt követően magát én azt gondolom, hogy minden egyes esetben az a legfontosabb tényező, hogy megfelelő bizalom és őszinteség legyen az óvodapedagógus, illetve a szülők között. Meg tudják ezt beszélni, anélkül, hogy ez bárki számára egy kellemetlen beszélgetés legyen. Én általában azt gondolom, hogy azért a szülők ezt érzik, hogyha ha már több kettőnél. Az óvonéni szerepe pedig abban lehet jelentős, hogy, hogy megnyugtatja őket, hogy ez másoknál is előfordult, megnyugtatja őket arról, hogy ezen lehet változtatni, illetve abban is jelentős szerepe van, hogy ha, a szülő ezt nem akarja észrevenni, akkor valóban jelezze, hogy a többiek már ezen a szakaszon mennyi ideje túl vannak, és hogy, hogy náluk ez valamiért egy kicsit elmaradt. Igen, de ilyenkor előfordulhat, hogy a a szülő azt mondja, hogy hát az én gyerekem e semmi baj. Akkor mi van? Mit csinál az óvónő? Igazából az óvónőnek mindenképpen kezelnie kell ott a helyszínen ezt a helyzetet. Tehát ők azok, akik amikor a szülő becsukja az ajtót, akkor együtt maradnak a gyerekkel. Tehát az óvónéniknek számos praktikája van, hogy ezt a dolgot. Tünetileg kezelje, megnyugtassa, növelje a gyerek biztonságérzetét. Alapvetően azt gondolom, hogy a továbblépés mindenképpen az, hogy a szülőkkel akár kezdeményezni beszélgetést, megtudni többet róluk. Én nagyon sokszor szoktam javasolni azt, hogy, hogy a családlátogatás, mint olyan kiváló lehetőség annak, hogy az óvodén is megismerje a család életét, a mindennapjait, az életterét, illetve a gyerek és a szülő bizalma is javasolja. Volni tudjon. A biztonságérzet hiánya mellett, mi azok, mik azok a magatartásbeli problémák, amik még felhívhatják arra a figyelmet, hogy valami nincs rendben az adott gyerkőccel? Tehát ahogy bekerül egy csoportba, ugye alkalmazkodnia kell egyből a társakhoz. A leggyakoribb, ami pszichés problémaként említhetnék, az a viselkedés alkalmazkodás zavara. A legszélsőségesebb esetek ugye az agresszív magatartásformák, amikor akár a játék megőrzése vagy a játék megszerzése csak agresszív úton, verekedéssel, ütlegeléssel vagy verbális agresszióval csúnya szavak használatával történik. Ez egy nagyon drasztikus és nagyon figyelemfelkeltő jel. Itt is azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy az óvodéni jelezze a szülő felé ezt a problémát, és nem magát a problémát elítélni, vagy a gyereket, vagy a családot emiatt megítélni, hanem a viselkedés hátterét feltárni a legfontosabb. Ugye nagyon sokszor azért az agresszív cselekedetek viszonylag hamar segítséghez kerülnek, vagy szakemberhez kerülnek, mert ezt azért nehezen tolerálják a gyerekek és a felnőttek is. Tehát ebben az esetben azért nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy nincs appellálta, jönnek a szülők és kérnek segítséget. Szintén figyelemfelhívó jel lehet a viselkedés másik véglete, a nagyon visszahúzódó, szorongó magatartás. Azt gondolom, hogy itt is a magatartás, a viselkedés miértét kell megértenünk. Nagyon nehéz egy okot találni, hogy miért viselkedhet így a gyerek. Általában minden egyes zavar vagy tünet mögött komplex események állnak, és csak úgy tudunk segíteni, hogyha ezeket szépen feltárjuk és megér megpróbáljuk megérteni. Szintén a közösségben nagyon gyakori probléma lehet a, a viselkedéses problémák mellett az, hogy mondjuk, hogy tudja a gyerek megértetni magát a többiekkel. Ez nem kifejezetten, vagy nem elsődlegesen pszichés zavarra utaló jel, de mindenképpen a fejlődés folyamatosságának a megakadását jelzi, hogyha mondjuk beszéd problémái vannak a gyereknek. Bármennyire meglepő az, hogyha egy gyerek nem tud szépen kifejezően beszélni, az a közösségben elfoglalt helyzetére is nagyon nagy hatással van. És hogyha ezt a kör tovább viszük, az a gyerek, aki a közösségben nem azon a helyen van, ahol ő szeretné, vagy ahová való, akkor az továbbiakban viselkedés problémákat fog ö, eredményezni. Tehát mindenképpen fontos odafigyelni arra, nyilván nem három éves korban, hiszen mm, három éves korban még a hangzóhibák ö, jelenléte az egy természetesnek mondható, ezek az életkor előre haladtával az éréssel, tanulással változnak, vagy ha nem, akkor jöhet a terápiás segítség, ugye egy logopédiai, terápia formájában, de mondjuk léteznek olyan beszédbeli nehézségek, gondolok itt például a beszéd elakadására, a szóismétlésekre, a dadogásra, amelynek hátterében azért többségében mindig valami pszichés zavar, vagy probléma, vagy konfliktus el. Van egy olyan probléma is, amit ugye manapság előszeretettel használnak az átlag emberek is, amikor a gyerek örökmozgó nem tud megülni a kis fenekén, hogy hiperaktív. Igen. Ez az a fogalom, ami a laikusok számára már teljesen beépült. Sokszor már gyerekektől is hallom azt, hogy ő hiperaktív. Azt gondolom, hogy ilyen magas számban azért nem nőtt meg a hiperaktív gyerekek száma. Inkább azt gondolom, hogy a mozgásszegény életmód és az élettér beszűkülése együttesen egy fokozottabb mozgásigényt eredményez a gyerekeknél. Na most azok a gyerekek, akik hiperaktívak, általában motorikusan ügyetlenek. Is. Ez egy nagyon fontos jelzés arra, mert a szülők azt szokták mondani, hogy ó, nagyon ügyesen mozog a gyerek, sokkal fejlettebb ebben, mint a többiek, fára mászik, kerítésre mászik, és mikor megkérjük, hogy egyszerű mozgássorokat, egy lábon ugrálás, páros lábbal ugrálás, ami az életkortól már elvárható akkor ezek a gyerekek ezt nem tudják kivitelezni. És akkor kiderül, hogy tulajdonképpen ez a gyors mozgás, a felfokozott mozgás egy ilyen elfedése a problémának. Tehát azok a gyerekek, akik valóban hiperaktívak, azok viszonylag könnyen elkülöníthetők a magas mozgásigényű gyerekektől, mert náluk egyéb más probléma is jelen van. De valóban egyre többet használjuk ezt a kifejezést, hogy hiperaktív a gyerek. És tulajdonképpen azért nagyon fontos rá odafigyelni, és inkább azt gondolom, hogy fölöslegesen kérjenek szakmai segítséget az óvoda, a pedagógusok vagy a szülők, mert ha ez kezeletlenül marad, akkor további problémák forrása lehet. Jelentkeznek nálad rendelésen a szülő a gyerekkel. Egy-egy ilyen terápia mennyi ideig tart, hogy egyáltalán hogy zajlik ilyenkor, mind a két szülő jelenléte szükséges, vagy te külön a gyerekkel és foglalkozol, hogy zajlik egy ilyen terápia? A terápiák legideálisabb módja az, hogyha mindegyik szülő jelen van, sőt a családterápiás forma az ugye arról szól, hogy egyszerre a probléma megbeszélésénél minden családtag, sőt, hogyha nagyszülőkkel együtt él a család, akkor mindazok, akik együtt élnek a családban. De általánosságban alapvetően ö, leggyakrabban az édesanyja szokott jelen lenni. Az már egy nagyon pozitív, hogyha az édesapai is ott van. Mindig van egy elsődleges beszélgetés, amiben megbeszéljük azt, hogy hogyan fejlődik maga a gyermek, hogyan jutott el eddig az életkorig, ami, amiben éppen most van, voltak-e nehézségeik, elakadások, hogyan ment akár maga a szülés. Nagyon sokszor például a hiperaktivitás hátterében is egy ö, problémás ö, szülési folyamat is fellép. Nagyon gyakran a mozgásfejlődésben is már elakadások, csúszások, bizonyos fejlődési szakaszoknak a hiányzása is megfigyelhető. Tehát van egy ilyen fejlődéssel kapcsolatos megbeszélés, illetve alaposan megbeszéljük magának a problémának a jellemzőit, kit zavar, mióta figyelhető meg, mi az új ebben a dologban. És miután ez megtörténik, azután kezdődhet az a szakasza a terápiának, amikor csak a gyermekkel vagyunk együtt. Általában a gyerekterápiák azok játékra is nem beszélgetésre épülnek, szemben a felnőttek vagy a serdülők terápiájával, hiszen a játék az a gyermek legfőbb önkifejezési formája. Ebben a játékban rajzolás, konstruktív játékok, minden szerepelhet. Leginkább a dramatizálás, ahol... Megmutathatja a saját életterét, és néhány alkalom, ez mindig a probléma, jellegétől, összetettségétől függ, de olyan 4-5 alkalom után kerül sor arra, hogy visszajelezzek a szülőnek, hogy mit is láttam, mit tapasztaltam, milyen változások következtek be ez idő alatt esetleg a család életében. Konkrét tanácsadásra is sor kerülhet, amely ettől rövidebb időszakot is jelent, de abban az esetben, hogyha a probléma súlyosabb és terápiát igényel, akkor mindig ezt az 5-6 alkalmas diagnosztikai szakaszt jár. Végig. És a terápia az tulajdonképpen utána kezdődhet, amikor már meghatározzuk azt sok probléma esetén, hogy mi a legfontosabb, amivel foglalkozzunk, és ott nagyjából már ilyen idői keretet is szoktunk megbeszélni, hogy mennyi idő lesz majd. Körülbelül egyébként ezek a életkori, a három és hat éves korú gyerekeknek az életkori problémái mennyi időt vesznek igénybe, amíg visszazökkennek úgymond a rendes kerékvágásba, ha vagy van ilyen? Azt gondolom, hogy azért nehéz erre így egy mondatban válaszolni, mert nagyon sok mindentől függ, hogy egy probléma mennyi időn belül rendeződik. Leginkább, ha így megfogalmazhatnám, a család motivációjától. Nagyon sokszor a gyerek a családban, mint a leggyengébb láncem, ha ezt a kifejezést használhatom, a család működési anomáliájának a, a jelzője. Nagyon sokszor nem a gyermek tüneteinek a megszüntetésére kell törekedni, hanem annak a problémának a megoldására, ami miatt a gyerek tünetei keletkeztek. Tehát, hogyha egy családban a gyerek, idézőjelesen mondom, tüneteivel magára vállalta, hogy ő viszi tovább a család konfliktusát, hogy ne kelljen mondjuk a szülők, házastársak, Nehézségeiről beszélni a családban, hiszen ez akkor elfedi ezeket a dolgokat akkor akkor mindig nehezebb a dolgunk, ugye? Mert a szülő is abban motivált, hogy, hogy ne derüljön ki, hogy nála milyen problémák lehetnek. De alapvetően, amit a beszélgetésünk elején mondtunk, hogyha kap a szülő egy jelzést mondjuk az óvodától, ő maga is tapasztalt valamit, de bizonytalan volt, és így megerősödött, és önszántából kér segítséget, akkor gyerekeknél viszonylag rövid idő alatt, tehát ilyen 5-6-8 alkalom azért a problémák oldódásához, vagy esetleg a teljes megszűnéséhez is vezethet. Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál hozzánk, és azt hiszem, ezt a témát még folytatnunk kell majd, de talán legközelebb a serdülőkort vesszük gorcsó alá. A tévénézőknek pedig köszönöm a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!